Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most a nyári napforduló után milyen változások lesznek nálad, hiszen ez a napforduló változásokra utal. Mi várható a jövőben? Ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Az első kártya itt bal oldalon utal a te jelenlegi helyzetedre, vagy arra, mire kellene odafigyelni, mert ez most egy fontos téma nálad. A halak pénzügyi dolgokra utalnak, és a munkára. Tehát ez áll most a középpontban. Ügyelj az anyagi dolgokra. A halak jelentik az értékeket. Vedd azt birtokodba, ami vagy aki értékes számodra, de légy tisztában a saját értékeiddel is, hiszen a halak utalnak a belső értékekre is. A következő kártya kombináción azt jelenti, mit szeretnél te változtatni az életedben, mi a terved. Ott fent bal oldalon láthatunk egy szomorú hölgyet, aki sír, itt vannak fájdalmas emlékek. Téged szimbolizál most ez a kártya, de ott van alatta a tolvaj, és ha a tolvaj megjelenik, akkor elvisz valamit, tehát ez a szomorúság véget ér. Ez a tolvaj ilyen esetben szerencsét hoz neked. De valakiknél utalhat más helyzetre is. Jelentheti ez a kártya kombináció azt is, hogy volt egy társad, és valaki ellopta tőled, tehát elhagyott téged egy másik nő miatt. De a harmadik kártyán látható ámor, és az szerencsét hoz. És mit jelent ez konkrétan? Vagy elmúlik ez a szomorúság, és szerencsét lesz a szerelmi élet területén, ha pedig arról van szó, hogy elhagyott a társad egy másik nő miatt, és ez a nő ellopta tőled a szerelmet, a jövő arra utal, hogy ő visszatér hozzád, és ebben segít ámor, hiszen szimbolizálja a szerelmet. Ezek a képek arra utaltak, hogy ez a te elképzelésed, ez a te vágyad. A következő kártya azt fogja jelenteni, hogy ez beteljesül-e, igen vagy nem. Ez a királynő megajándékoz téged ezzel az arany kehellyel, ami utal a víz elemére, tehát az érzelmekre. És a víz eleme jelenti a vágyakat, a reményeket, az álmokat is, és ez az álom, ami a párkapcsolatot illeti, amiről te álmodozol, ez megvalósul. Amit ez a királynő még jelent, hogy az ő szemében te vagy ez a királynő, és megjelennek a kelyhek, tehát az érzelmek. Légy ennek tudatában. Te vagy itt a királynő, és legyen meg ez a büszke tartásod. A következő képek arra utalnak, hogy mi várható nálad a közeljövőben. Az első képen láthatunk egy gyermeket, itt lehet gyermekekről szó, vagy egy kisbaba születéséről, és ott van mellette a levél, hogy ez a hír jön, ezek az újdonságok. De a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a gyermek utalhat egy új kezdetre, és itt lesz egy hír. A középső kártyán látható az ő gondolata, tehát ez a férfi gondol rád, lesz egy hír tőle, és itt lesz egy új kezdet,
vagy egy meglepetés, mert ez egy újdonság számodra. Ami még itt a képen látható, ez a munka. Ez lehet egy munkahelyi változás, egy új kezdet a munkát illetően, és akkor az a levél utal egy munkahelyi szerződésre. Az utolsó képen látható a nyeremény, tehát itt pénzügyi dolgokról van szó, pénz jön a házhoz, vagy a munka által több pénzt kapsz, de ennél a nyereménynél vannak belső értékek is, és ahogy az ő gondolatai itt megjelenik a kártyáknál, te értékes vagy számára. Amit még ez a kártyakombináció jelenthet, hogy ő tervez veled együtt egy közös munkát, ez lesz egy új kezdet, és jönnek a szerződések, és ez nyereménnyel jár. A következő kártyák utalnak a jövőre, ami később fog bekövetkezni. A későbbiek folyamán kezedbe fogod venni ezt az aranykulcsot, felülsz erre az aranyparipára, hogy előre menjenek a dolgok. De visszatérve a kulcsra, ez a kulcs fogja szimbolizálni azt, hogy magabiztos leszel. Azon kívül ezt a kulcsot felhasználhatod. Le tudsz zárni bizonyos dolgokat, mint például a múltat vagy kapcsolatokat, de ezzel a kulccsal kinyithatsz valamit, egy új kaput, ezek lehetőségek. És a harmadik kártya utal arra, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat, hiszen ez a négy levelű lóhere erre utal. Amit még ez a lovas hölgy jelent, ez a mozgás, mint ahogy mondtam, előre mennek az események, de jelenthet sporttevékenységet is, vagy autót, mint például egy új autó vétele, vagy egy jogosítvány megszerzése. A következő kép számodra egy fontos üzenet, mert ezáltal javulni fog a helyzeted. Ezen a kártyán, ott jobb oldalon újra a királynő látható. Egy királynő, aki uralkodik a kelyhek, a víz eleme felett. Itt a te nőiességedről van szó, az érzelmekről, a vágyakról, reményekről, a te álmaidról is, azon kívül utal a te intuíciódra, a nőiességedre, egy kreatív munkára is, de mivel a kelyheknél, a víz eleménél érzelmekről van szó, jelent egy szerelmi kapcsolatot is. Légy ennek tudatában, ne add fel, és ami még nagyon fontos, egy fontos üzenet számodra, a te életedben te vagy a királynő, és a te sors utad, az a te birodalmad, uralkodj e felett, uralkodj az életed felett, vedd kezedbe a dolgokat, vedd kezedbe ezt az arany kulcsot, ülj fel erre az arany paripára, és irányítsd a dolgokat úgy, ahogy te elképzeled, éld az álmaidat. És most megtekintjük a titkokat, olyan dolgokat, amit még nem látsz, vagy jelenthet egy meglepetést is, amire nem számítottál. És most megtekintjük ezt a kártyáknál. Az első képen újra megjelenik egy kislány, ez utalhat gyermekekre, vagy egy kisbaba születésére, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és ez a kislány
szimbolizál újdonságokat, vagy egy új kezdetet. A kezében van egy 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Nem csak ez a kártya utal erre, hanem a középen lévő virágcsokor. Egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, amire ez a virágcsokor még utalhat, ez a szépség, a te nőiességed, és a kislány azt jelenti ott melletted, megvan ez a fiatalos kisugárzásod. Ez a középső kártya, ez a virágcsokor jelentheti azt is, hogy megszépítesz valamit a környezetedben, vagy van egy kreatív tevékenység, egy magánvállalkozás. A harmadik képen látható a szerelem istennője, és átnyújtja nektek ezt a lobogó szívet, és ez azt jelenti, itt fellobban a szerelem, és utal a lelkesedésre, szenvedélyekre is. Ezek még titkok. Mondhatnám úgy is, mi bepillantottunk a titkok házába. Ez a szerelmi jóslás megrendelhető nálam, mint személyes jóslás. A díjam 3500 forint. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.